húsvét ünnepe, ahogyan a nagyszentek a 6. században beszéltek róla, az ünnepek ünnepe. A lelki életünknek is, a liturgikus életünknek is a csúcsa. Erre készülünk, nem csak a nagybőjti idővel, hanem az egész liturgikus évnek a szívében a húsvét ünnepét találjuk. Ezért egy kicsit az egész liturgikus évet is át kell tekinteni ahhoz, hogy jól láthassuk, érthessük, miről is szól a húsvétnak az ünnepe. A mi liturgikus évünk az advent első vasárnapjával kezdődik, karácsony megelőzőleg. És a karácsony követő időszakkal, a nagybőjttel már húsvét felé haladunk. Ami húsvét után van, elég hosszú időszak, az a húsvéti időszak, mind a húsvét ünnepének a kibontását szorgalmazza. Az évközi idő, ami húsvétot követi meg pünkösdöt, az igazából minden egyes vasárnapjával a húsvéti örömhírnek, a húsvéti titoknak a megünneplése. Azt is mondhatjuk, hogy igazából minden egyes vasárnap, ami ünneplésünkben, az a húsvétnak a megünneplése. Történelmi szempontból vissza kell mennünk az ősegyház életéhez. Az ősegyháznak az élete úgy zajlott, hogy vasárnaponta, szombat éjszaka, vasárnapra viradólag mindig összegyűltek, ez már az első században kimutatható családi házaknál, és megünnepelték a kenyértörést. A kenyértörés az a mai szentmise. Összegyűltek, imádkoztak, felolvastak a zsoltárokból, úgy, ahogyan azt a sinagógai istentiszteleten megszokták, de felolvasták Szent Pál apostolnak a leveleit is, és mindig megtörték a kenyeret, az Úr Jézus szavait, megismételve. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, ez az én vérem. Így tehát maga a húsvét ünneplése az minden egyes vasárnap megtörtént. Benne is van az apostolok cselekedeteiben a 8. napnak a jelentősége. A 8. nap összegyűltek, hogy a feltámadást megünnepeljék. Később, már az első század vége felé terjed el a kisközösségekben, Antiókiában, hogy évről évre a zsidókkal egyetemben a keresztények is ülik a húsvétot. A zsidókhoz hasonlóan mindig a zsidó húsvétnak megfelelően a Nisszán hónap 14. napjához közel eső vasárnapon ünnepelték az ős keresztények, de mindig a vasárnap volt a lényeges. Egy kicsit visszaugrunk még a zsidó húsvétnak a témájához. Mit ünnepelnek, vagy ünnepeltek a zsidók a húsvét kapcsán? Két dolgot. Az egyik volt a újonnan vetett terményeknek az ünnepe, ez egy mezőgazdasági ünnep, még Egyiptomban is ünnepelték, de ezt spirituális szintre hozták a zsidók azzal, hogy fontosabbá vált számukra az Egyiptomból való kivonulásnak a története, ahogyan Isten kiszabadította őket az egyiptomi fogságból és kivezette, átvezetve őket a tengeren. Ez volt a zsidó húsvétnak a lényege, és ezt évről évre meg kellett ünnepelni. Az ős keresztények is, ne feledjük el, hogy kezdetben mindannyian zsidók voltak. Később lettek a pogányságban megtért keresztények is nagyobb számban. Tehát a zsidó keresztényeknek adott volt, hogy ezt megünnepeljék. És ehhez jött pluszba, illetve az egészet fölülírta, az, hogy az Úr Jézus feltámadása jelentősebb esemény, mint az Egyiptomból való kivonulás. Ezért a keresztények mindig húsvétkor, az ősegyházban,
az Úr Jézus feltámadását ünnepelték, ami kivonulás jelent a bűnnek az éjszakájából, a bűnös életnek a fogságából. A húsvét akkor pusztán a természet újjáéledésének lenne az ünnepe? Azt kell mondanunk, hogy nem. Az egy dolog, hogy az ember felismeri a tavaszi természet megújulásban a lelki, spirituális megújulásának a képeit vagy archetipusait, de nem mondhatnánk azt, hogy mi a természet megújulását ünnepeljük, hanem ezt a lelki, spirituális igényünket ünnepeljük meg, amit a húsvétban Krisztus feltámadása hoz. És ez nem jelent más, mint a régi, bűnös ember élete. Oda lesz, és Isten erejéből egy új lehetőséget kapunk. Ez a húsvét igazi ünnepe. És hogyha tovább boncolgatjuk az egyházi évet, a liturgikus évet, akkor azt láthatjuk, hogy tényleg erre már az ős egyházban igen szigorúan készültek. Mert hogy körülbelül ugye a 6. században körvonalozódik az, hogy húsvét előtt 40 nappal bőjtöt hirdetnek és bőjtöt tartanak. Az első századokban ez így nem volt egészen tiszta, azért is, mert a 3. századig üldözést élnek meg a keresztények, tehát másképpen nem volt módjuk nyilvánosan ünnepelni. Viszont a 6. századtól már egész biztosan, hogy a nagybőti szentidő is, a szent 40 nap is a húsvét előkészületeként megjelenik, és ez nagyon-nagyon sok olyan dolgot hoz, amiről külön-külön kell beszélni. Az első kérdés talán az egyszerű ember számára az, hogy miért nem egységesen ünneplik a keresztények, és itt gondolok a keleti keresztények és a nyugati keresztények, az ortodoxok és a katolikusok a húsvétot. Erre is megvan a válaszunk, hiszen a 6. században, amikor nagy egyházatyáink erről a kérdésről gondolkodtak és írtak, akkor egy ilyen elvi szabályt szögeztek le, hogy a húsvét ünnepe mindig közel kell essen egy kicsit a zsidó húsvéthoz, a Nisszán hónap 14. napjához, de az elv az, hogy vasárnapnak kell lennie. És a zsidó húsvét mindig a tavaszi napi egyenlőség vagy napfordulót követő holdtöltét meg holdtöltéhez közeleső napon volt a Nisszán hónap 14. napja, és a keresztények pedig úgy határozták meg akkor a húsvét dátumát, hogy a tavaszi napi egyenlőség vagy napfordulót követő holdtöltét követő első vasárnap. És ez az elv mai napig így van. Csak hogy történt egy naptárreform, a Gregorián naptár, ami nyugati naptárunk, ki kellett, hogy igazítsa a hold évhez képest a szoláris év kapcsán az időszámítást, és az eltért, vagy jó 14 napot. Ezért van ez a különbség, hogy másképpen számolódik a keleti egyház és az ortodox egyház is a maga módján ezt az elvet alkalmazza, amit az előbb elmondottam, csak hogy az ők naptáruk a hold naptár, és ebből kifolyólag egy egész nagy ingadozás van, néha egy hónap különbség is tud lenni, hogyha a hold töltét nézzük. De legtöbb esetben egy hét, mint ahogy az idei esztendőben is egy hét különbség van, mondom, a különféle számításoknak köszönhetően. Hogy van-e igény arra, hogy együtt ünnepeljünk? Természetesen, hogy van. Már 1948 óta az Egyházak Világszövetsége indítványozta, hogy
egy adott időpontban ünnepeljék ezt a nagy ünnepet, hiszen az ünnepek ünnepe, ahogy mondottam, a húsvét, miért nem valósult meg? Maguk a keleti ortodox egyházak sem tudnak megegyezni egymás között ebben a kérdésben. Mert hogy felvetődött a II. Vatikáni zsinat után, hogy legyen egy stabil időpontja a húsvétnak, mint ahogy a karácsonynak is van, mondjuk egy április 10-e, vagy ahhoz közel eső vasárnap, április 1. vasárnapja. Csak hogy a keleti ortodox keresztények ebben a kérdésben nem igazán tudtak megegyezni. Térjünk rá akkor magára a húsvéti ünnepkörre, és mondottam, hogy ez hamvazó szerdával kezdődik, ami 40 napot indít el a lelki életben, és nem feltétlenül olyan szinten bőjt, hogy az ember fogyókúrát tartson, hogy az életében olyan helyzeteket teremtsen, amik csak a lemondásról szólnak, hanem egyrészt olyan, mint a nagy takarítás. És nagyon fontos egyébként a mai ember számára is a bőjt, amikor ünnepre készülünk, mondjuk egy családi ünnepre, akkor a készületnek a jelentősége megmutatja, hogy milyen is az az ünnep. Ha csak néhány órával azelőtt készülünk, akkor az nem olyan lényeges. De mondjuk, hogyha egy esküvőre készülünk, akkor ott hónapokkal, hetekkel az ünnep előtt megkezdődik a készülődés. Mondottam, és visszatérek ehhez a gondolathoz, hogy a húsvét az ünnepek ünnepe. Ezért a készület az előtte 40 napos. Nem csak lemondásokról szól, hanem olyan szeretett megnyilvánulásokról is, amire az ember az év többi időszakában kevésbé figyel. Mint például a szegényeknek való adományozás, ezt nevezi alamizsnának, de a több imádság. Kicsit úgy lehet elképzelni a bőti időszakot, mint a tél után, amikor megmetszik a fákat, hogy termőbbekké legyenek. Hát erre szolgál, vagy ezt hivatott a Szent 40 napnak, a bőjtnek az üzenete számunkra hordozni. Hamvazó szerdán szigorú bőjti nap van, és ez nagypénteken is megismétlődik. Elérkezünk az ünneplés, az ünnepkörnek a lényeges részéhez, ami a virágvasárnappal indul. Mert hogy a virágvasárnap az már a nagy hétnek az indító pontja és a húsvéti ünnepkörnek az első lépcsője. A virágvasárnap. Az elnevezése a magyar nyelvvidékeken a kivirágzott ágaknak vagy barka ágaknak a megszenteléséből vagy megáldásából ered. De hivatalosan az az Úr szenvedésének a vasárnapja. A virágvasárnapnak két nagy, jelentős alappillére van. Az egyik a barka ágaknak a megáldása, ez hagyományosan a templomon kívül induló ünnepség, és az Úr Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának a felidézését jelenti. Sok helyen a kisgyermekek valóban virágokat, ágakat tesznek le az útra, a templomba vezető útra, illetve színes ruhákat terítenek, és azon vonul be a papság, az asszisztencia, jelezve azt, hogy átéljük újra azt, hogy Krisztus be akar vonulni Jeruzsálembe, és minket is magával akar vinni. Jeruzsálem az mindig a templom. A templomba való bevonulásunk bármikor, amikor belépünk, egy kicsit ezt az eseményt idézi fel. És ennek a keretében megáldja a pap a barka ágakat, vagy a virágokat, sok helyen pálma ágakat is, ami az otthonainkban, a
az életnek, az Istentől való megáldását szimbolizálja. Bevisszük a barkaágat a családi otthonba, és a családi otthonban jeleznie kell azt, hogy Istentől jön az élet. Hogy Isten áldja meg az életet. És a sok helyen, katolikusabb vidékeken szokás az, hogyha barka ág, akkor a rajta lévő barka szemek szerint akár minden nap húsvétig elimádkoznak annyi mi atyánkot a családtagok, ahány található a barka ágokon. A jelentősége tehát inkább spirituális, mint csak szimbolikus. Ez a virágvasárnapnak az egyik alappillére gyönyörű ünnepség. Egyrészt bevonulást is jelent a húsvét megünneplésébe. De a virágvasárnapnak, ahogy mondottam, a másik elnevezése az Úr szenvedésének a vasárnapja. Ennek a szentmisének a keretében felolvassák, de sok helyen eléneklik az Úr Jézus szenvedésének a történetét, ami nem kis rész a Szentírásból, elég hosszú tud lenni, és ez tölti ki így a liturgiának a java részét. Miért virágvasárnap olvassa fel az egyház, vagy elmélkedi át az Úr szenvedésének a történetét? Azért, mert előre egy kicsit, mint egy film előzetesként rá akarunk tekinteni arra, amit a nagy hét minden egyes napja lassan, aprólékosan ki akar bontani. És így az átelmélkedett szenvedés történet az segítséget jelenthet, hogy a lelkiekre, a spirituálisra figyeljünk a nagy héten. Sok helyen ezt a hetet, ahogyan mondottam, nagy hétnek vagy szent hétnek nevezik, ami virágvasárnappal kezdődött, és folytatódik, hiszen minden egyes napra az evangéliumok adatot közölnek, hogy mit tett Jézus húsvét előtt. Nagy hétfőn azt mondja az evangélium, hogy Jézus Betániában, az ő barátainál, Mártánál, Máriánál és Lázárnál vacsorázott, együtt voltak. És milyen szép átelmélkedni azt, hogy az, aki tudja, hogy megvannak számlálva a napjai, hiszen 4 nap múlva kereszthalált vállalja, az utolsó napjaiban is a barátait választja. Ez a mai világban is egy nagyon hangsúlyos üzenet lehetne, hogy mire fektetjük a hangsúlyt az életünkbe, mennyire a barátaink, vagy a számunkra fontos személyek vannak az első helyen, vagy egyáltalán az életünk utolsó napjaiban, óráiban mihez kezdünk magunkkal. Aztán nagy kedden már a figyelmünket az evangélium az utolsó vacsorára irányítja, ahol Péternek a tagadását és Júdásnak az árulását jövendőli meg az Úr Jézus. Hiszen Péter fogadkozik, hogy bármi történik veled, Uram, én el nem árullak téged, meg nem tagadlak. Vagy Júdás, aki elhatározza már azt, hogy el fogja árulni pénzért a zsidó főpapságnak az Úr Jézust. Mégis együtt van az utolsó vacsorán is, ahol nagy szeretet, bensőségesség keretében beszél az Úr Jézus a tanítványaival, Júdás sem hagyva ki, de ő kimegy. Igazából a kis hazugságaink, a kis bűneink meg tudnak olyan nagyra nőni, ezt tanítja Júdás személye, hogy elvállunk, leválunk a jóról. És aztán nagy szerdán ez a történet tovább bontakozik, az utolsó vacsorának a történéseit szemlélhetjük tovább, míg nem eljutunk
a Szent Három Naphoz, amely nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat vigiliájával tetőződik, húsvét vasárnapja az már az ünnep maga teljessége. Ezt a Szent Három Napot együtt érthetjük és ünnepelhetjük jól meg, hiszen egy egybe függő esemény sor. Nagy csütörtökön a liturgiánkban két szentmisét lehet ünnepelni. Az egyik szentmisét délelőtt, krizma szentelő szentmisének nevezik, és csak a püspök mutathatja be a székesegyházban a papoknak a segédletével. Plébánia templomban nincsen délelőtt szentmise, hanem ez a krizma szentelő mise van, az olajak megáldásának a miséje. A mi szentség kiszolgáltatásunkban nagyon fontosak az olajak, mint a keresztségnél, a keresztelendők olaja, a betegek kenetinél, a betegek olaja, vagy maga a krizma, ami 62 féle illatos növénynek a kivonatából készült illatos olajkeverék, és három szentségnél használjuk, keresztségnél, a bérmálásnál és a papszentelésnél, és ezt a püspök szenteli meg ezen a napon, nagy csütörtökön, jelezve, hogy a megkeresztelendők, hiszen nagyszombat éjszakáján az egyház mindig keresztel, ezzel az új olajjal lesznek már megkenve. Ugyanakkor ezen a csütörtöki szentmisén, délelőtti szentmisén a papi fogadalmaknak vagy az ígéreteknek a megújítása is megtörténik. Hiszen nagy csütörtökön az Úr Jézus két szentséget alapít, ami hitünk szerint az egyik az oltári szentség, az a szentmise, a másik a papság, és a kettő elválaszthatatlan egymástól. Csak ott van szentmise, ahol érvényes papságban, és azt nevezzük papságnak, ahol szentmisét, vagy aki szentmisét mutathat be. Tehát a kettő egymástól elválaszthatatlan. Ezt a két szentséget alapítja, ezért ennek az ünnepe nagy csütörtök. Az esti szentmise az utolsó vacsora emlékszentmiséje. Felidézzük azt, ahogyan az Úr Jézus az utolsó vacsorát megülte, apró részleteivel egyetemben. És a szentmise első egysége a hagyományos szokásoknak megfelelően, hogy elnémulnak a harangok, ahogyan ezt népiesen mondjuk, Rómába mennek a harangok, a csengők, az orgona nem szólal meg. Innentől kezdve, a dicsőség eléneklése után nincsen ünnepélyes zenét vagy éneket kísérő hangszer, csak az emberi hang. Jobban kifejezve azt, hogy milyen drámai, milyen mély az, ami a húsvétot körülveszi, az Úr Jézus kereszthalála. Tehát ez az első momentum az esti szentmisének, hogy megszűnnek a harangok, a csengők szólni. Utána az evangélium felolvasása követően a pap 12 személynek megmossa a lábát, felidézve azt, ahogyan az Úr Jézus a tanítványainak megmosta a lábát. És ez mindig meg kell, hogy egy kicsit döbbentsen bennünket, hiszen az Úr Jézus azért teszi, hogy megértsük, nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja az embertársaiért, a barátaiért. Nem mosni kell egymásnak a lábát fizikailag, hanem egymás szolgálatába kell, hogy állni. Ez az üzenete. Ugyanakkor ebben a szentmisében az oltári szentség, az eukarisztiának a megünneplése történik, ennek van egy másik ünnepe Úrnapján, és a szentmise végén ünnepélyesen egy másik helyiségbe viszik az oltári szentséget, a megszentelt kenyereket, a templom az üresen marad. És a liturgiát pedig az oltár fosztás zárja,
ami az Úr Jézus elfogását, a börtönbe zárását, kihallgatását akarja feleleveníteni a pap, az oltáron, az oltáról leszedi a terítőket, felborogatja, mondhatjuk így is, a gyertyákat, tehát egy felfordított állapotban marad a templom, és a hívek is csendben távoznak. Mert hogy innentől kezdve már egy kicsit átvisz bennünket az egész történés a nagypéntekbe. Mindazt apró részletességgel az egyház át elmélked, imádkozza, ami az Úr Jézus szenvedésével kapcsolatban le van írva, hogy nagy csütörtökön az utolsó vacsora után elfogják, az olajfák hegyén előbb imádkozott a tanítványaival, pedig mélységes beszélgetésbe kezdett a János evangéliumban a főpapi imát, meg búcsú beszédet elmélkedjük éjszakai virasztásban át, majd pénteken, nagypénteken, a hajnali órákban ugyanúgy végigkövetjük lélekben az Úr Jézusnak az útját, Pilátushoz, Herodeshez cibálják, amíg el nem jutunk a délután 3 órához, nagypénteken délután 3 órához, amikor az Úr Jézus meghal a kereszten. Ezeket az apró részletességeit a liturgia nagyon is szépen közel viszi a hívekhez. A nagypénteki liturgiáról azt kell mondanunk, hogy egyetlen olyan nap, amikor az egyház nem mutat be szentmisét. Nagypénteken nincsen szentmise, csak egyszerű szertartás van, és hogyha ezt komolyan vesszük, akkor 2 olyan momentuma van ennek a szertartásnak, ami mondottam, délután 3 órakor kezdődik, végig imádkozzuk a keresztutat, 14 állomás, utána pedig a pap, amikor bevonul a felforgatott és úgy hagyott templomba, akkor az első lépés a liturgiában, hogy leborul egészen, lefekszik a földre. És a leborulás az a teljes önátadást akarja üzenni, szimbolizálni. Krisztus teljesen átadja magát az atyának, nekünk is keresztényeknek ezt kell, hogy tennünk. Majd ismét a nagypénteki liturgiában is átelmélkedjük az evangélium szerint az Úr Jézus szenvedését, a passiót, sok helyen éneklik is. Ezt követően a leglényegesebb része a kereszthódolat. A letakart keresztet behozzák a templomba, és a pap ünnepélyesen leoldozza róla a leplet, és a hívek külön-külön odajárulnak, csókkal illetik a keresztet, vagy valamilyen tiszteletteljes gesztussal, kifejezve, hogy lélekben valóban odajárulunk Krisztus keresztjéhez, és leborulunk előtte, hiszen nagypéntek van. A nagypénteki liturgián van áldoztatás, de nincsen szentmise, ahogy mondottam. És éppen olyan csenddel, olyan nyugalommal fejeződik be a nagypénteki liturgia is, mint a nagycsütörtöki, a hívek csendben távoznak a templomból. Közben mindenki az otthonaiban egy kereszt előtt imádkozik, és tudatosítja, hogy érte is meghalt az Úr Jézus. A történés, ahogy az evangélium vezet bennünket, az Úr Jézus testét eltemetik, ilyenkor szoktunk a templomainkban szent sírt állítani, az Úr Jézusnak a testét mondhatni szobor alakjában, egy ilyen szent sírban elhelyezzük, hogy elmélkedhessünk arról, hogy mit is jelentett az ő halála. A szent sírt nagypénteken nyitjuk meg, és egészen nagy szombat éjszakájaink van nyitva, ahol a hívek imádkozhatnak. A legtöbb esetben mindig ott van az oltári szentség, ami előtt imádkozni lehet. Nagy szombaton délelőtt, délután csend van, nincsen liturgia.
A liturgia este kezdődik, amikor már a húsvétot kezdjük ünnepelni. Fontos, hogy sötétedés legyen, tehát sötétben kezdjük el, mert hogy az evangéliumok azt mondják, hogy szombat elmúltával a zsidó és a liturgikus időszámítás szerint a szombat vagy az ünnep akkor múlt el, amikor besötétedett, már vasárnap volt, hogy hajnalban történik a feltámadás. Ezért a liturgia sötétben indul, a fény ünnepséggel. Tüzet gyújtunk a templomhoz közel, és ezt a tüzet a papság az asszisztenciával megáldja, majd arról a tűzről meggyújtják a húsvéti gyertyát, ami a Krisztust, a feltámadott Krisztust jelképezi, hatalmas gyertyaszál, és bevonulva háromszor hangosan énekli a sötét templomban lévő hívek számára a pap, hogy Krisztus világossága. És arról a gyertyáról meggyújtjuk, vagy meggyújtják mindenkinek a gyertyáját, és ekkor hangzik el a húsvéti örömének, ami először a bűnön, a gonoszon való győzedelmes Krisztus dicsőítését jelenti. A liturgiában majd megszólalnak a harangok a dicsőség alatt, az orgona, és az Alleluiával pedig berobban, így is mondhatnánk, az emberek lelkébe az az öröm, hogy Isten, aki az élet ajándékozója, új élettel, lelki értelemben, teljes új kezdettel ajándékozhatja meg az embert. És mindaz a készület, ami nagybőjt kezdete óta komolyan vett gyakorlatok által történt, valahol ekkor kezd gyümölcseiben megjelenni. Az ember átéli azt, hogy az Isten őt szereti, bármennyire bűnös is, bármennyire gondolja is magáról azt, hogy szerethetetlen. Majd a liturgiában az evangélium az már a feltámadásról szól, és a szentmise végén a szentsírhoz vonul az asszisztencia, a papság, és ott megtörténik a feltámasztásnak a szertartása, egy nagyon régi ősi szertartás, amit itt Erdélyben és Magyarország egyes vidékein gyakorolnak, hogy ébrezgetik Krisztust, a halott Krisztust, várják lélekben, hogy feltámadjon, és egy adott ponton elhangzik, hogy feltámadta. Ekkor a hívek nagy ünnepélyességgel, az oltári szentség kíséretében kivonulnak az utcákra, a terekre, és ez a húsvéti körmenet, ahol világgá akarjuk kiáltani, hogy a mi mesterünk Krisztus feltámadt. Ennek a szertartásnak, ünnepnek sincsen teljesen vége, hiszen már éjfél fele, vagy hajnal fele szokott vége lenni, és hajnalban pedig az első szentmise keretében megáldjuk az eledeleket. Az első olyan étkeket, amit megtisztult lélekkel akarunk magunkhoz venni ünneplőbe, lelki ünneplőbe öltözve. Ezért van a hagyomány, hogy húsvét reggelén a keresztények, a katolikusok a templomba hozzák az étkeket, és ott megáldódnak ezek, abból fogyasztanak az ünnep alatt. Húsvét ünnepe tehát így tetőződik, és ennek a rezdülései minden egyes vasárnap visszaköszönnek. Valahol az embert a hála, a köszönet, annak a tudata járja át, hogy nem én irányítom az életemet. És ez most nagyon is igazzá, vagy nagy igazsággá vált ebben az esztendőben, amikor így a járvány az egész világon végig söpör, hogy Isten kezében vagyunk. És ha eddig nem nagyon figyeltünk a spirituális, lelki igényeinkre, akkor most itt az ideje. Ez a húsvét külön.
különleges lesz, hiszen a hívek jelenléte nélkül ünnepeljük, de élő közvetítések által a hívek is bekapcsolódhatnak. Persze, hogy lélekben nehezebb átélni így az ünneplést, mint amikor együtt vagyunk, együtt éneklünk, benne vagyunk a liturgikus történésbe, de hisszük azt, hogy Isten a húsvéti kegyelmeket megadhatja, akkor is, ha most egy kicsit másképpen ünneplünk. A húsvét és az ünnep maga az ünnepélyességében még 8 napig tart. Ezért van húsvétnak 8-ada, és az azt követő időszak, pünkösdig, mint húsvéti időszak, akkora jelentőségű, hogy minden egyes nap ezt ízlelgetjük, ehhez szoktatjuk a lelkünket. Ebben az esztendőben is megélhető tehát a húsvét egy kicsit a család körében, családi keretekben, de hogyha a kedves hívek igyekszenek bekapcsolódni így a közvetítésekbe, akkor megérthetnek sok mindent abból a drámaiságból, amit a liturgia képvisel, és amit az egyház, mint ünnepként megül. Legyünk az idei esztendőben is jó tanítványai a Mesternek, akik végig kísérik a szenvedés útján a keresztúton, vele vannak az eltemetésben, és együtt vannak a feltámadásban is. Mindannyiunknak áldott húsvétot kívánok!